hogy két szerető szíved adhassunk egymást. Mennyasszonyos ház. Ám, ami vőlegényünk eképpen szólana, a szíve érzelméből szavakhoz jutna. Elmondom hát én, mit elméje gondol. Kedves édesanyám, áldott, drága lélek, látom, szemed párás, míg én is beszélek. Fiad útja a megváláshoz vezet, és ókoljai kínálkozó. Ám csak az oltárig megy, újra látod őtet, volt egy kis szeretőled. Felújul előtted régi boldogságot, hogy neked is volt ilyen világ. Isten házába kísérje szereteted az úrtól kérve áldást és kegyelmet. Apám. Most néked szólok, kinek fáj, és érzelmek nélkül nem tudod megállni, hogy legény fiattól immáron meg kell válni. Megnehezültán a dolgot távozása folytán, hisz a munkába talán egyiket. Ám ne búsulj, hisz ez a sorsa a legénynek, hogy neki vágjon az élet segélyének. Mint az ég madara, mely fészkét megrakja, épp ilyen a te fiad akarata. S ha e fészket tám más vedet akarja, attól még te leszel még. És most a nagyszülők testvért. Nagyszülők. Kedves nagyszüleim, drága testvérem, álljatok most ide szépen sorba elérem, mert keserves könnyek dolgoznak szemembe. De mit kell tennem, elbúcsúzom tőletek, arra kérlek benneteket, ne felejtsetek el. Ahány bimbó nyílik tólóra kertjében, ahány csepp víz van a dráva medrében, annyi áldást szálljon át. Isten áldott meg. Bucsuk. Tisztelt vendégek, induljunk el innen rendben, csend, ha nem is a legnagyobb csendben, a mennyasszonyos házhoz. Kérem, induljunk el. Mennyasszonyos ház. Thank you.
Sziasztok! Látogassák meg a piros büfét. Egy külön sör fogással.